Ma, ami zöld természete, megszenteltetik, és a Jordán kert és szakad, hullámainak folyását visszatartó szakja. Látván a vizében keresztelkedő, így szemlélteti a görög-katolikus liturgia éneke a Jordán folyóba alámerülő Krisztus megkeresztelkedését. A mi énekeink azok mindig teológiát tartalmaznak, hogyha egy ember végig imádkozza mind a vecsernye, akár utána előesti, nagyesti zsolozsmának, az útrenyének, a szent liturgiának az imádságait, akkor tulajdonképpen megtudja, hogy mit is ünnepel valójában az egyház. Hogy a vízkeresztkor nem csak azt, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett, hanem az, hogy először nyilatkozott meg nyilvánosan a háromisteni személy, ugye a fiú a Jordán vizében, a Szentlélek galamb képében, és hát az atyának a szózata. A vízkereszt a húsvét és a pünkösd után az első olyan ünnep, amit már az őskeresztény egyház is megünnepelt, még a karácsonyt is megelőzve. A görög-katolikus liturgiák is tükrözik a vízkereszt nagyságát. Úrjelenést látunk, a teljes Szent Háromság nyilatkozik ki ezen az ünnepen. Ugye látjuk Jézust a Jordán vizében, a Szent Lelket, mint egy galambot, Márk evangélista tanúsága szerint, mint egy galambot leszállni fölé, és ott maradt fölötte rajta, és halljuk az Atya Istennek a szózatát, hogy ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Így válik teljessé ez az ünnep számunkra, és ezért olyan fontos, mert az egyik legősibb. Tehát nyugodtan tudom mondani, hogy a húsvét és a pünkösd után a legfontosabb ünnepünk ez az ünnep. A templomba kihelyezett szentelt vízből az emberek meríthetnek és hazavihetik házaik megszentelésére, vagy betegségeik gyógyítására. A szent hagyomány azt tartja, hogy a szentelt víz fogyasztása az testi-lelki gyógyulást tud adni az ember számára. Rengeteg gyógyulás történt már a szentelt víznek köszönhetően. Hát mi is itt, és most, még most is hisszük, bármennyire furcsa. Mi hittel állunk ehhez a dologhoz, és hisszük, hogy a szentelt víz nem csak megszentel, hanem meg is gyógyít bennünket. A görög-katolikus egyházban hagyomány, hogy vízkeresztkor az élő vizeket is megáldják. Trestyola László elmondta, hogy új Sátoraljaújhelyben szolgálatot teljesítő parókusként erre most nem volt lehetősége, ezért a templom közepére kihelyezett, speciális edényben szentelték meg a vizet, azonban a jövőre nézve a terveik között szerepel, hogy az ünnepen a közelben lévő folyóvizek megszentelésével végzi majd el a szertartást.